Üdvözlök mindenkit, itt Zeki, és ma beszélgessünk egy kicsit a Battlefield 6-ról, azaz kikerült a Battlefield 6-nak a trailere. Végre volt Big Dick, és a leaker kirakta, ez pedig 23 órakor történt meg a Tom Hendersonnek a Discordján. Ha nem ismernétek Tom Hendersont, ő az, aki leakelgeti az információkat a Battlefieldről, de nem csak ő, hanem mások is, és ő Call of Duty leakeket szokott hozni a népnek, 90%-ba, 95%-ba valóság szokott lenni, amit ő szokott leakelni előre információkat, és a ő Discordján az egyik leaker, nem ő leakölte, övé csak a Discord, de ő megerősítette, hogy ez az a trailer, amit ő is látott, és a birtokában van. Amikor este fölmentem arra a Discordra, megnézem, vannak-e új leakek, mert ugye ott történnek, így néztem, egyik szobában voltak annyian, mint az oroszok, így mi a fasz? És megtörtént. Itt láthattok egy kis jelentet belőle, nem fogom főtölteni, vagy hanganyagot alárakni, ugye rendes nyers fájlt, meg ilyesmit, mert a EA rászállt emberekre, akik főtöltötték ezt és leveszik a videót. Ha légnek, nem adnak sztrájkot embernek, hanem csak simán letiltják a videót és kész, semmi büntetés nem kapnak a csatornájukra. Ami igazából jó dolog, Activision játékot raknának ki, például, hogy Call of Duty-t leakölnének, akkor Insta Strike-ot kapna a csatorna, de itt EA csak letiltja, és cső. És ha ti is meg szeretnétek nézni a trailert, akkor a Facebook oldalamra, az EKFPS-re föltöltöttem, vagy pedig fölmentek a Reddit-nek a oldalára, a Battlefield 6 Reddit-re, és ott már vannak ugye olyan verziók, ahol próbálták összecsiszolni, hogy nincsenek azok a bevillanások, mert epilepszia rohamot tud okozni. És ugye, lássátok azt, hogy fos minőségű. Ez ugye egy Discord streamen live-on lett keresztül még fölvéve, és ugye van benne egy azonosító eltakaró is, ugye, ahol középen eltakarják azonosítót, mert a leaker nem szeretne lebukni és megbaszatni magát. Úgyhogy igen, most minőség meg minden, de láthassuk kb. Hogy mi zajlik a képeken, maga a videóba, és ezáltal tudunk egy képet alkotni. És egy fontos dolog, srácok, amit meg kell jegyezni, ez a trailer, ez a márciusi verzió, ez a márciusi build. Ez a trailer ugye a felseknek lett készítve az investoroknak, hogy hú de jó, jön a új Battlefield és akkor pénzt fog hozni. Ezt ha jól tudom, meg lesz változtatva, júniusban egy másik trailert fogunk látni, de a két fő eleme a maga a térkép a helyszínen fog játszódni, és a rakéta kilövés az benne fog lenni, mert ezek azért jó dolgok, amiket itt látunk, és hogy több harci jelenet lesz. Én arra számítok, hogy több harci jelenet lesz, a földi egységekből többet fognak mutatni, például a légicsapások, ugye a helikopterek, vadászgépekből is azért többet kellene mutatni, járművekből is én többet szeretnék látni, milyen fajta tankok lesznek, milyen fajta harci egységek láthatóak mai játékban, és kicsit bővebb, hosszabb verzió, mert ez, ami jelenleg főkerült, ugye, ez a márciusi build, ez kicsit rövid, ez ilyen tízszer félesség, ugye? És azért több percesnek kellene lenni, azért adjunk olyan 5 percet maga a trailernek, hiszen ennek nagyon nagy a kő basznia, és akkor meglássuk júniusban, mit hoz nekünk a DICE, remélhetőleg ezeket, amiket én itt mondtam, és találkozunk legközelebb, srácok, én voltam a Zeki, és ha tetszett videó, akkor dobj egy lájkot, és ha hozzá szeretnél szólni, oda nem megteheted, mindenkinek még egy szép napot kívánok, sziasztok! Wünsch dir mein Gott, dass du sein viele Sterben sicher ungefähr für zur Einsamkeit nur nach Fassade. Nimmst es in Kauf, kannst